Sziasztok! Ma folytatom a rontott ávor Darth Maul római hadjáratomat, és itt maradt abban, hogy hát jó pár gal települést megostromoltam, kártágói település, sajnos fellázadt egy kártágói település sádája, de hát vissza tudjuk venni nagy valószínűséggel, és hát remélem. Ha nem, akkor sereget kell küldjek, ha kisebb csapataim. Ugyebár visszavertem az izéket, a briteket is, és visszavettem Samorobrivát, rengeteg brit katonát lemészároltam. Hát ennyi. Termon ostrom alatt van. Mi ellen? Ajajaj. Az gáz. Ja igen, meg Spárta is ostromolt, de én megostromoltam Korinthoszt, szóval ha el is veszítem Termont, ami nem biztos. Erős légiós kohorsz, te jó ég. Nézzétek, micsoda támadó erő, rohamozás, védekező képesség, páncélzat, úristen. Elveszem Korinthoszt nagy valószínűséggel. Barbároktól pedig el akarom venni Mogontiacumot. Augusta Vindelicorum egy kicsit lázong, de nagy valószínűséggel jó lesz a közrend, ha ez a templom felépül. Ja. Igen, elvesztettem új Kártágót is, fellázadtak a hülyék. Elég nagy köcsökség volt tőlük. Küldjünk erősítést még ide. Castulo az okés. Na de azt hiszem, akkor jött egy körváltás, és hát, vagyis, és legyen az, hogy én elveszem Numantiát. Ha! Vagy legyen az, hogy megvárjuk még kiéheznek pár kört. Igen, ostrom Szalónát, megtámad Korinthosznál, tökéletes. Na jó, nem az. Tele makedón lovassal. Makedón lovas. Makedón lovas. anyám. Na itt a kohorszosok most megtapasztalják a makedónokat nyílt terepen. Harcoltam én rendes nagy csatában már makedónok ellen nyílt terepen? Nem emlékszem, azt hiszem nem. Egy ilyen nagyobb csatát. Mivel nem igazán volt lehetőségem rá, mert egyik támadást kaptam mindig a másik után a városok ellen. Szóval rengeteg a makedón sereg. Ó, mi van egy triárim is, az fasza. Mert az jól jön a lovasság ellen. Azaz, itt jön a tábornoki testőrség és a makedón lovasság. Prince Pace. Nincs sok gyalogos katonája, rengeteg lovasa van csak. Szóval a gyalogság az abszolút semmi. Amilyen van, az gyenge gyalogság, az semmit nem ér. Lovasság, na abból van elég. Roham. Gyerünk, légiós! Kicsit laggolok, nem tudom mi a helyzet. Szép! The enemy general is slain, and now his men fear us. It is time to press the attack. Ez
Az ijászok lőjék a pikásokat, mert itt pont hátba kapják őket, meg oldalba a szégük. Sok jól tartják magukat a falangszal szemben. Szép volt. Csacs! Próbálok egy kicsit úgymond takarékoskodni a lőszerrel, mert jönnek azok az előcsatározók, és hát nem akarom, hogy nagyon nagy veszteséget tudjanak okozni. Mert hát ha nem muszáj, akkor ne tegyék meg. Jó, ezeknek annyi. Legionaries. Hát ha ennek a csatának vége, akkor nagy valószínűsége, hogy enyém a település. És elvesszük Korinthoszt, ott is tudunk tuti képezni, még nagy valószínűséggel légiós kohorsz, vagyis ilyen légiós kohorszot, nem csak korait. Ami nagyon király lesz légiós kohorszaimmal. Triari védi a szárnyat, mi? Ezek se jönnek már vissza. Macedonians? Kemény Campanian testőrség. Páncélozott bodyguard, azaz Campanian lovas. Ezek nagyon királyak. Nagy erős makedon lovasok. Aztán néznek ki ezek a légiósok. Triári kell tartsa a szárnyat. Áttörnek rajtunk, baszki. The enemy general is slain, and now his men fear us. It is time to press the attack. The enemy general flees. Press forward so that
Szép. Meghaltad, vezér. Azaz. Oh! Oh, van kampánya lovas is köztük. Érej. Gyerünk! Győzelemre. Feladják a makedon kampányának. És ennyi. Azt hiszem a város az enyém. Jaja, nagy valószínűséggel igen. Ja. Ó, de azért még megtámad egyszer. Ó, sírálj. Hát, ha legalább elintézzük őket. Ja, ennyi. Csapat páncélozó szárizó forrói. Equitates. Jönnek a makedónok. Vagy szétnyomják a falangszot. Correct! 6000-nek annyi. Ha, Sarisza forrója fel is adták. Oh! Bazzeg! Észre se vettem.
Szép, meg is törtek. Ó, bazd meg. Bazd meg. Bazd meg! Ne ülje, hadvezér! Ostoba római hadvezérek! A Triári... Na azért, a lancsával küzdjön, baszod! Triári, hiába küzd karddal! Ó, szép! Megeszik a légionáriusok a makedon lovasokat. Jönnek. Hú, mennyi szariszoforozsos lemészároltak, te jó ég. Illumot rájuk, azaz. Hadvezérnek annyi. General is killed. Fear makes a home in our enemy's hearts. Kész. Na, most már remélem Korinthosz az enyém. Na végre. Mi a f... Nem igaz! Hülye köcsög! Az lett volna szívása egy egész hadsereget hoz. Öcsém! Kurvára megküzdünk ezért a városé, baszki. Na, de ezeket lerassoljuk, mert ezek gecik is, gyengék is. Nem mind szopassatok. Equities. Companion Cavalry. Mm-hmm.
kezdik fel is adni, fel is adták a Royal Pikások. De a triárik miért küzdenek karddal? Lándzsával, tesók, lándzsával! Lovasság ellen küzdötök! Lándzsa, lándzsa kell olyankor. Wrecked. Gyerünk tovább, ne most örüljetek, mozduljatok meg! Ölik a társaitokat, ti meg... Társaitokat, ti meg örülgettek itt magatoknak. Na! 666-ot öltünk meg, pont. 666 Makedont. Na? Azt hittem még jönnek komolyan. Oh. Sádáit vissza kell venni. Tűjek, kártágóiak. Előre! Hestati! Csapat líbiai. Wrecked! Ajaj. Szép. Ennyi a te, ezért jó a testőrség. Megtalad vezérének. Szép volt. Ledobták őket pilummal. Elnézést. Na akkor folytassuk. Ó, Neapolis tovább fejlődik, király. Tudunk majd praetoriánus kohorszot. Legyen ez. Kell egy auxi... Hát inkább először a kohorszokat fejlesztjük le, az a biztos. Avruticum templom. Közfürdő. Ez nem kell. Ó, két sereg is átjött. Samarobriváért nagy csodákat fogunk vívni. Gallokkal és a britekkel, nem a gallokkal. Na ja, és milyen Korinthosz. És tudunk légionáriusokat.
Apolloniáért is nagy harc lesz. Ja igen. Bazd meg. Nem hagyat, nem adom neki a zsoldosokat, ha akár mennyi pénzbe kerül is, de akkor se adom neki. Inkább felvettem magamnak, de akkor se hagyom a gép, hogy felvegye, mert akkor nem tudom visszaszedni, és visszavenni szádait. Rome has conquered. Na jó, ennyi lett volna ezekből a Principész hasztatiból. Leszereljük őket, kész. Nem még kell, nincs értelme tartani őket. Jó nagy volt a bevételem a kör végén. Ó! Oh. Jó sok hadvezér van. Te jó ég, ezeket itt meg kéne ölni. Hát ja, azokat a lázadókat ott nagyon ki kéne nyírni, mert pusztítás rengeteg pénzt elvisz. És hát 51 dénár, nem olyan sok, de azért elég. Ezt leszereljük. És elvesszük Emeretát. Scalabiszt is. Palantina és Numantia ostrom alatt. Kell ide egy kém. Nagy, és hát már nem sokára meghódítottam, és vissza, igen, meghódítottam az elveszett területeket. Szerintem lenyomjuk őket. Egy skutárit és egy csapat parasztot. Hát most nagyon remélem. Csapat kohorsz. Berakjuk tesztúdóba, rájuk küldöm őket, elfogy a lőszerük, nem hal meg szinte senki az a csapatomból, és utána rohamozunk. Mert hogyha például most rájuk rohamoznák, dobnának pillumot kétszer, az nagyon nagy veszteséget okozna. Ennyi? Akkor most mi jövünk? Roham! Ásus Kutári VS Kohorsz. Az enyémek fáradtak? Mi az Istenbe fáradtak ki? De még így is lenyomják a Kutárit. Védjétek meg a parasztokat!
Nagy már parasztok nyomjanak le! Ó, hadvezér halott. What? What? Te most csak szopadsz, ugye? Az parasztok lenyomnak, bassz meg! De hogy a francba? Ezt nem értem, de tényleg lehetett látni, hogy parasztok rengeteget megöltek. Figyeltétek, hogy lenyomták a korzót. Istenem. Istenem. Nem hiszem el, egyszerűen nem jön, hogy elhiggyem, hogy lenyomják a kohorszot. Milyen dühje támadó ereje van egy ilyen rohadt parasztnak? Ötös! Védekező képesség 11! Hogy az Istenbe lehet-e rohadt parasztnak 11-es védekező képesség? Nagyobb, jobban tud védekezni a rohadt szar vasvillájával, amivel túrja a földet egész nap, mint egy kohorsznak, bazd meg! Istenem! De ezen túl parasztokat kell képezni. Hogy a francba lehet akkora védekező? Egy parasztnak, hát egy parasztnak nem lehet akkora védekező képessége, basszátok meg. Az lehetetlen. Egy paraszt az nem katona, az csak egy paraszt. Bassz meg. Áj. Jajjaj. Ez gáz volt. Lamba assistnek. Mi az anyám bajotok van? Na mindegy, lenyomtak. Ez van. Jönnek a makedónok Korinthoszhoz. Messána is képes tovább fejlődni. Na ja, hülye Leptis Magna. Ahogy látom, a gallok nem igazán jönnek, hogy megvédjék a településüket.
Vegyük el Mogontiacumot. Rakjuk egybe. Így még elmegy. Hajjaj, jönnek a germánok. Legyen egy auxilia. Ezeket ki kéne nyírni. Kell még egy római lovas. Jó, hát ja, Korinthoszban képződik a sereg, Spárta ostrom alatt. Ja, apropó. Wrecked. Ez ennyi. Asztat itt le. Egy légióst helyette. Kéne egy sereg, hogy elvegyük Palmát. Új Kartágóban van. Oh, what the? Oh, faction destroy. God, na végre! Every two Romans needs to rejoice. Yeah, minden Róma örül, hogy a nagy Kartágót legyőztük. Yeah. Ha, oh, király. Az de jó, srácok. Kartágó nincs többé. Igen, mert megöltük a frakció örököst és a frakció vezetőt is egy körben. Mert nagy valószínűséggel itt voltak csak hadvezérei Palmán, és itt már nem voltak. Vagy igen? Nem tudom. Na mindegy. Lényeg a lényeg, hogy vége. Szóval ennyi lett volna. Kartágó. Legyőztük Kartágót, te jó ég! Sikerült! Annyi harc után, annyi több 10 000 kartágó és több a 10 000 római élete árán, de legyőztük őket. Na jó, én mondjuk nem szenvedtem el nagy vereségeket, meg veszteségeket Kartágó ellen. De ők annál többet. Képezzük tovább a katonákat. Lassan pedig szerelgessük le ezeket itt. Egyszerűen már nem kell. Szóval ezeket szerelem le. Képzek helyettük új katonákat, légiósokat. Mert nincs mit kezdjek a hasztatuszokkal, hiába tartogatom őket. Na de akkor egy körváltás. Ah, na ezt meg kéne nyerni valahogy. Ezt valahogy meg kéne nyerni. Azt úgy tervezem, hogy kimegyek, megölöm a falangszokat, és ők visszavonulnak, mivel a lovassággal nem még fognak tudni bejönni.
Ó! Oh. Falang izével jön. Valahogy úgy kéne, hogy háttaláljanak a tornyoknak. Valahogy így. Ha háttalálnak a tornyoknak, a torony nagyban besegít. És ugyebár a falangszot, ha oldalba kapják, annak annyi. Jó, mennyit kilőtt a torony, te jó ég. Ennyi. És így van időm, hogy katonákat képezzek. Meg ugye bár Korinthoszban is van egy csapatom, amivel ha megtámadom az ellenséget, jó lesz. Hát ez még belefér. Rome. Azért emlékszem annól, hogy mennyi, hány ezer, meg több tízezer makedón katona halt meg Apollónia alatt. Rengetegen. Astati. Legendary Cohort. Baszott nagy lovasság, bakker. Gyalogsága nincs sok, mint lovas, abból aztán amennyi csak belefér. Greek Secret Band. Bazd meg. Azok kemény fickók. Főleg gép irányítása alatt. Sarisoforoi, Royal Pikás, Ilir Zsoldos. Az öreg veterán hasztatiknak kell küzdeni a Sarisoforoiok ellen már megint. Hát nem sokára átalakultok ti korai kohorszokkal, mivel le fogom szerelni őket és lassan-lassan korai kohorszokat képezek belőlük. Ott vannak a kemény Greek Secret bandosok. Faszán néznek ki amúgy tényleg. Ha azt nézzétek, milyen szépen néznek ki. Faszán a sisakjuk is. Nagyon tetszik. Ki a bánat lövi az íjászaimat? Jó egység, csak gépkezében. Gépkezében nagyon veszélyesek, de tényleg. Ja, itt már harcolnak is a Sarisoforoiokkal. Megy a harc, Illír Zsoldosok. Ezek is nagyon erősek, az Illír Zsoldosok.
jó erős katonák az illírek is azért. De a rómaiak se gyengék. Ja, az illír zsoldosokat simán megeszik a korai kohorszosok. Ja, meg is haltak, feladták. Le is hívom a kohorszokat, mert ha bejön a lovasság, az sok lesz nekik. Két csapat kohorsznak sok lesz annyi lovas lenyomni. És le onnan. Többit visszaverik a hasztatuszok. Ugyanis már nem is jön szinte senki már. Itt is még csak alig vannak 135-en. Ott van a kemény Greek Secret Band, de hát lelövik az egészet a tornyok. Auxiliás ISVS görög íjász. Töljétek meg! Alul maradnak az íjászai vajon? Lehet. Hát de balfaszok az én íjászai, mert háttal állnak az ellenségnek. Hát marhák. Tetszenek ezek a bodyguardok, páncélozott bodyguard. Na, jaj, ezeknek is annyi. Ó, szegény szárisza forrójok. Na ne baszt, hogy lenyomtak! Muszáj lenyilazzuk őket. Lőjétek le őket! Ne már! Megölték szegény íjászaimat. Beszeles. Oh, basz meg! Majd már fel arra a kurva falra! Basz meg! Minket lőtt a saját tornyunk. Mi a francnak mentetek ti ki? Istenem barmok! Rámentek a Greek Secret bandosokra. Amúgy lenyomták volna őket. Támadj! Ojjajjaj, Jézus Mária! Gyerünk, nyírjátok ki a makedón lovasságot! Azért okoznak veszteséget a lovasok. De így nyílt, vagyis ilyen szűk terepen a lovasság nem ér sokat. A gyalogságnak sokkal jobb esélye van lenyomni őket szűk a város utcákon. Simán lenyomják őket a korai kohorszosok. Meg ugye bár itt van a kemény testőrség is három ezüst gerendával.
Ja, csak lemészárolják a makedón lovasságot. Jaja. Okoznak veszteséget, de ugye bár ha mi győzünk, az jobb. Bármennyi is a veszteség, ha győztél, az jó. Van a megcsapata, már mint halálig küzd. Megtörtek. Kész, feladták. Meg a Greek Secret Band is feladta. Ó, két bodyguardja van. Kész. Mindkét hadvezér meghalt. Ó, te jó ég, megint lemészároltuk a makedónokat. A valóságban ennél a városnál már nem lenne szabad föld, ahova temessék a hullákat. Már ilyen dupla rétegbe kéne rakják őket. Ne már. Fú. Muszáj lejátszom. Apolloniánál már annyian meghaltak, hogy 5-6 méter mély gödröket kéne ásanak, vagy 10 méter mély gödröket, hogy elférjenek a hullák, amennyi van már ott szerintem. Rengetegen meghaltak, de tényleg ott rengeteg hulla van Apolloniánál már. Hasztalti. Az illírt tesszük előre, az íjászt... Az íjászt ide. Kezdhetjük. Fire at will. Ja, peltozták, nyomják a faltrőkosokat. Utána jön a kemény falanx. Van esélyünk a győzelemre, mivel falangszokat így elkapjuk így oldalba. Akkor jönnek be, szerintem bekaszálják őket a... ezek... a statuszok. Ha meg nem, akkor elveszítjük Szalonát, nagy dolog, de amúgy is... nehéz megvédeni ezt a települést, mert egy az, hogy se katonákat nem tudok képezni, és... zsoldosok sincsenek valami sokan, szóval nagyon nehéz megvédeni a települést, ahol még katonákat se tudsz képezni. De... legfeljebb visszajövök egy légiós kohorszal, aztán adunk nekik. Walkraj! Kiabáljátok egy kicsit. Úgy, hát ha beszarnak. Be is szartak. Na mindegy. Hadvezérem nincs jó helyen, de mindegy. Ó, bazd meg.
Illyrian Mercenaries. Jó, a peltasztákat mindenhol megtörték, most már csak a falancot kell. Militisták! Dobjátok a pofájukba azt a pillumot. Bele a pofájukba. Meg is törtek. Ott mi jön? Szariszoforoly, milicista oplitával. És még bejön egy csapat makedón lovas is. Na, ilyen milicistáim megtörtek. Wrecked nekik. Royal Pikeman. Lőjetek! Jók ezek az Illyrian zsordosok. Nagyon erős a távolsági támadás, és sok a lőszerük is. Támadás! Éha! Hát lenyomjuk őket. Hát megeszik a statuszokat a kampányának. Kerítsük be őket. Elég bátran küzdenek a hasztatuszok. Nem akarják feladni. Szép. Ajaj. Hogy már belefussatok a falangzba. Szép, be vannak kerítve. Kerítsük be őket. Szép! Megtörték őket. Kész, be vannak kerítve, haha, wrecked. Itt a falangszról. Fel is adják.
ez ennyi volt. Hát inkább ne jött volna be a Marius reform, jön, hogy azt mondjam, mert ezek a hasznos, azok kurva jók, szóval nem, ezektől jobb nem is igazán kell. Hasztatinál. A hasztatuszok nagyon királyok. Ennél jobb katona nem igazán kell a római seregbe egy hasztatusznál. Alap római egység is nagyon király katonák. Na ne bazd. Wrecked. Hülye militisták. Olyan gyávák, mint a fene. Jön a hadvezéri testőrsége. Ennyi. Szép. Ez jó volt, csak sajnos a katonákat nem fogom tudni átképezni, de egy sereget lenyomtunk, ami jó dolog. Azaz. Három brit sereg. Jézusom. Ajajaj. Inkább legyen kőfal. Úgymond legyen római kinézetük a településeimnek. Miért képzek én Kordobába katonákat? Nem hiszem, hogy kelljen már több katona. Legyen ez. Képezzünk íjászokat. Egyet képzek, kettőt leszerelek. Az úgy oké. Okay. Jó, azt hiszem zárni kéne a videót, csak még itt átnézzek dolgokat. Bár Korinthoszt megtámadták. Öcsém! Húzzatok a rákba. Most vagyunk bajban. Hát kéne venni egy települést. Bazeg. Na mindegy, zárom a videót. Köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül. Sziasztok!